A háromszoros olimpiai aranyérmes magyar vívó Kabos Endrére emlékeztek városunkban. A november 4-i alkalmon résztvevők előbb az elegáns bajnokról elnevezett sportcsarnok bejáratánál található emléktáblát koszorúzták meg, majd a Kálvin téren annál a tölgynél helyezték el a megemlékezés koszorúit, melyet a sportoló az 1936-os olimpiai bajnoki címének tiszteletére ültetett el Berettyóújfaluban. Az emléknap a zsinagóga kultúrtérben zárult, ahol az elegáns bajnok életéről és munkásságáról Kálai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazgatója beszélt a jelenlévőknek. Kabos Endre 1906. november 5-én született Nagyváradon. A születési helye Nagyvárad, de nagyon sok időt gyermekkorában Berettyóújfaluba töltött. A két város, Nagyvárad és Berettyóújfalu, 2016 óta közösen ünnepli az ő munkásságát, születésnapját, halálozási napját. Sajnos a két esemény között egy nap különbség van. November 5-e a születésnapja, és november 4-én halt meg 1944-ben, 38. születésnapja előtt egy nappal. Azért is emlékezünk rá, nem csak azért, mert a városi sportcsarnoknak ő a névadója, hanem azért, mert ő háromszoros olimpiai bajnok. 1932-ben Los Angelesben csapatban lett, kardvívásban olimpiai bajnok, 36-ban pedig Berlinben egyéniben és csapatban is, tehát így háromszoros olimpiai bajnok. És a berlini olimpián minden egyéni bajnok kapott egy tölgyfacsemetét, hogy ültesse a szülővárosába. Hát mivel 1936-ban Nagyvárad már határon kívül esett a szülőváros, ezért úgy döntött, hogy a gyerekkori székhelyre, illetve a Csonka-Biha vármegye vezetősége fel is kérte erre, hogy itt ültesse el a fát. És a múzeumépület, a Kálvin tér 1-es épület előtti kertben ott látható az a tölgyfa, amit pontosan a 30. születésnapján, 1936. november 5-én elültetett Kabos Endre. Itt a zsinagógában folyamatosan az állandó kiállításban az egyik monitoron Kabos Endrére emlékezzünk azzal a filmmel, amit annak idején a kulturális híradó készített a megemlékezésről Nagyváradon a kötet megjelenésekor. Itt lehet megismerkedni Kabos Endre életével, családjával, munkásságával és a sajnálatos halálesetével is. Kabos Endre kard- és párbajtőrvívásban egyaránt versenyzett, de nemzetközi szintű eredményeit kardvívásban érte el. 1931-től 37-ig mindkét fegyvernem magyar válogatottjában is szerepelt.